Na, de hát akkor először következik a Masters mínusz 100,5 kilogrammos kategória döntőse Békési Gergely és Gyatvai Balázs között. Ugye Gyatvai Balázs Jan Brachot tudta legyőzni 2-0-ás arányban. És Békési Gergely pedig Ceaușescu-t 3-0 arányban. Békési Gergely megpróbálta többször lerántani Gyatvai Balázs, most egyelőre az aktívabb, de Balázs azonnal inkább gárdába húzta Gergelyt, aki viszont rögtön ki is fordult. Úgyhogy egy ilyen fél gárdból visszakerültek teljes gárdba. Az Balázsnak jól megy, most nézzük, hogyan szabadul Gergely. Megy a gárd harc. Egyelőre most újabb állóháború. Igen, és közben telnek a súlyos másodpercek, gyakorlatilag bármilyen fajta értékelhető akció vagy akció kísérlet nélkül, nem olyan egyszerű ez, de hát attól még csinálni kéne. Ugye most készül Gyatvai Balázs Békési Gergelyt katapultálni az űrbe. Igen, elég egy kellemetlen helyen. De nem tűnik ez olyan egyszerűnek, illetve hát ezt az árt pillangó gárdban ezen azért jóval könnyebb átmenni, úgyhogy Gergely, hogyha nem készült el a mai napra teljesen az erejével, akkor azért megpróbálhatna áttörni ezen. Hát igen, most már azért 3/4-6 is elmúlt, elég régóta itt vannak és küzdenek a versenyzők. Nem egyszerű ez a történet. Nem elég felemelni, onnan még valamit csinálni is kéne. De hát legalább próbálkozik Balázs, ami jól fog jönni, amikor pillanatokon belül azt mondja a bíró, hogy most már csináljatok valamit. Igen, Max is elég bosszús arccal. Néz. Hát egyelőre nem ez a legeseménydúsabb küzdelem, amit ma látunk. Igen, és hogy finoman fogalmazzak. Hát mondjuk 0-0-nál sietniük nem kell. 3 percen belül. Azért itt még lehet egy akcióval is nyerni. Láttuk ezt ma már. Igen. Balázs azért többször próbálkozott támadni. De ebből előbb-utóbb intés lesz. Közben itt pont mögöttem az előző mérkőzés eseményei taglalta a magyar versenyző, hogy úgy érezte, hogy a bíró jelezte, hogy engedje el másik lábát, miközben a görög tovább feszítette, és hát ott jelezte, hogy az így fájdalmas. Majd ezt utólag úgy vették, mint hogyha
mint hogy lekopogta volna és feladta volna a küzdelmet. Hát ilyenkor próbálj meg igazságot tenni. Nem olyan egyszerű, de valóság az az, az hogy addig fogod az embert, amíg le nem szednek róla, az a biztos. Mind a ketten megkapták az intést a semmit tevésért. 1 perc, 15 másodperc van hátra. Nagyon magasra engedte Gergely Balázsnak a... Így is van. Az első pontok. Igen, addig elaltatta szép kényelmesen. Egy percen belül, innentől kezdve szerintem nem fog sehova sem mozogni. 2-0 és egy előnypont Gyetvai Balázs neve mellett. És visszafordította. Ebből nem sikerült pontot elérni. 30 másodperc van hátra a küzdelemből. Meg kéne próbálni még pörögni egyet a háta mögé, talán az még bejöhetne. Megdönteni, igen, az se rossz megoldás. Hát ezt viszont... Meg is állítják 19 másodperccel a vége előtt. De hát ebből a pozícióból kéne hirtelen villantani valamit. Tizenöt másodperc. 10 másodperc. És ezzel vége is a küzdelemnek. Hát 2-0-es összesítés, Gyetvai Balázs megnyeri a kategóriát. Egy kifejezetten álmoskás. Igen, főleg az elmúlt meccsek után itt azért volt pár parázs, nagyon jó kis mérkőzés, de hát azért ők maszterek, és kékövesek is egyben. De hát ettől függetlenül az nyer, aki pontot szerez, még hogyha egyetlen egy akcióból ennyi idő alatt. Nem baj, gratulálunk, szépen nyert, ez a lényeg, megvan az.